Üdvözlöm a kedves nézőket, mai játékunk a Kebab Shell Simulator, minden igaz most itt lesz a mentésfájlunk, illetve Nádi barátom is a Discord másik oldalán. Sziasztok! Mindenki hal, mindenki táncol. Ott vagy, most. Yeah! Most! Yeah! Hallasz most? Igen. Jó. És akkor meg is van a mentésünk főnök. Meg is van a mentésünk. Itt a mentésünk. Jó, 15. És már is van Romhád, nem mesztelenül rohangászol itt az előm. Azt meg sem tudom, hogy nézek ki most. Igaz főnök? Csodásan. Olyan izom póló van rajtad, hogy csak no. De most nem élőben megyünk mi? Nem, nem. Ez vágásra kerülhet. Akkor nézzük. Tudod, a Discord külön hangsávon van, hova semmiben nem tart lemútolni téged. Mint a játék is. Meg azt hiszi, vicces. Wait, what? Na, van egy csomó mindenünk a hűtőben. Zenét kilőttem, van aranykupánk. Jó, hát gondolom van, menüt össze kéne rettinteni abból, amink van. Mert pénzünk az nincs, nem is tudom, mire költöttük el. Azt én tudnám félni. Van egy pincérünk, akinek minden is a feladata most. Most épp nem bugol bele a textúrába, úgyhogy lehet, hogy ez változtott. Itt a csoda budi. Van 38 toiglis. Még mindig nem tudom mi értelme. Van itt 3 csibe, 3 bárány és 3 nyúrdísz. Süti dekorációnak. A fiú küres, ez is. Hát figyelj, van petrezselymünk, van citromunk, vajunk, ketchup, majonéz, tej, van egy ribeye szeletünk, zöld paprika, piros paprika, egy csirke alaplénk a csirkeleveshez, padlizsánból 10, burgonyából 7, még vaj, még tej, fokhagyma, még egy csomó zöldség, mint petrezselyen, piros paprika, paradicsom, egy zöld paprika. Van lefősütve krumplink, illetve hagyma szeletünk, meg döner szeletünk. A keverőtálban van zsemlemorzsa tojás liszt, nem tudom mit akartál belőle, szerintem panírt. Igen. Van pácolt csirkeszárny, illetve alul döner szelet még. És kéne nézni, hogy mi a menünk egyet. Ja, még nincs menünk. Amit csinálunk, mindig az az adott. Te voltál ebbe az ész, ki megmondta, hogy ebben mit kell csinálni. Nagyon elfelejtettem a játékot az a fél év alatt, hogy mit lehet, mit kell, vagy hogyan. De is mondja főnök, tudom, én is elfelejtettem. Igen, a Spacey Juant, őt már legyőztük. Meg is kaptuk a gurmétnek a awardját. Számlákat kell fizetnünk. Majd kell, de az ráér nap végén. 750 a működési cucc, a 250 a díj. Hát akkor menü, megvan a menü. Hát figyelj, döner szeletet például tudunk rakni. Mert ahhoz van mindenünk. Aha. A döner, rakjunk döner szerint, ahol már az a jelentéke van.
Meg van még ott két darab csirkeszárnyad is. Akkor tegyünk ilyen, és mondta nem. Ja, rántott csirkeszárny. Jó. A dőnő rántott csirkeszárny, tyúk, húsleves, paradicsomleves van, legyenek ezek. Hát kell nekünk a két leves. Hát. De se tudja. Hát figyelj, amihez van alapanyagunk, avval szórakozzunk, úgyhogy paradicsomunk elviekben van. 6 darab. Úgyhogy tudunk rakni, meg ribeye szeletet rakhatsz. Akkor ribeye is legyen a menüben. Hát ott egy ribeye szeletünk eladásra vár. És sok ribeyünk van? Egy. Meg van padlizsánunk és krumplink. Azt hiszem a ribeye szeletet azt itt vettük a bacsernél. 20-25 vendég fog jönni, és 200-ba kerül a ribeye szelet. Na már van egész pulyka, csirkemell, csirkeláb, farokzsír, csirkeszárny, kiskolbi klokkolva, nagykolbi lokkolva, azt gondolom máj vagy tüdő, horda, a marha pofa az nem tudom mi akar lenni, az meg talán dagadó. Hogy ugyebár fejleszgették a játékot elég alaposan. Mecse. És ugye bár arra tápoljuk magunkat, mert itt a bank csak úgy van, hogy ugye bár a nagyobb éttermet meg lehet venni majd kisvárosi szomszédság, és akkor van még amúgy másik map. Napraforgó olaj szükséges, azt mondja. Hiszem is. Kettő olaj. Oké. Tessék főnök, itt hozom ezerrel a alapanyagot. Szóval főnök. Se. Elpróbálok így belerázódni a játékba. Hát itt volt még a konapra forgó olaj, mi vettünk. Na mindegy. Mondtam, hogy van főnök. Nem hallottam. Brühühü. A süket. Nice. Itt van egy csomó fajta zöld fűszer. A zöldséget akartam mondani, de ez nem zöldség, hanem fűszer. Csóból kettő is van. Van kint ketchup mamojéz. Hát akkor én megpróbálom a levest megcsinálni. Mondjuk a paradicsom levest, az múltkor sem ment. Gáztűzhez hely kell hozzá. Van olyanunk, nem? Van, persze. Itt mögöttem. De az van egy főzőedény. Kell egy deszka. Kell parasztdicsom. Ez itt dönerszelet, azt ne akarja főzni.
F. Nincs. F. Kettő. Elveszünk egy knifét. Fölszeleteljük a paradicsomot. 8 lett belőle. Elrakjuk a knifét. Kell vaj és tej. Nem fűszereztem, nem baj. Nyeszi, nem fűszereztem. Hülye vagyok, nem. Ne válaszoljon tényleg. Nem válaszolok akkor. Ebbe kell vasert. A vasert azt itt tudunk önteni bele. Igen. 1,22 lett. Nem baj. Rakjunk bele 200 g vajat. Oké. 2 deciliter tejet. Ja, főnök, most leveseket csinálni. Elvileg az annyi lett. Tessék! Ja, főnök, most leveseket csinálni. A paradicsom leves csinál. Megjövök. Akkor főnök, levesezik. Igen, oké, adok belehelyedve. Ó. Na, azt bekapcsoltam. De meddig forraljon? Jó vagy nem jó? Ételnyér kell nekem. Ovális méltányér. Petrezselyem darab. Nem keverékként kéne lenni? Még keverék? Még nem paradicsomleves a neve. Jó, de jó hangja van. Hát vagy jó, vagy nem jó. Csak a marha hús van, hogy jó, ez hogy a vánatban tálalom. Megfogom és... Jó, ez nem sikerült. Ovális mély tányérba, miért nem lehet tálalni? Mély tányér. Ezt tettjük előre. 1,2 liter. Így.
De paradicsom. Összevág. Belehelyez. Paradicsom. Első földésem mellé ment a francba. Paradicsom. Két deci tejkel. Jó. Igen. 200 gram vaj. Így. Forraljuk fel. Keverék az 1-4-en el, a vaj és a paradicsom szelet meg tört be. Mit főzik, ja? Szét főz a fél. És megjelent a vaj, mint 200 gram. Ez akkor ez így most kész. Hát, hogyha már por, meg minden ötről, vagy nem tudom, mit ír a potta. Hát annyit ír, forralja föl. Majd rakja a mélytányorba a keveréket 2 decit, de a vajat még mindig jelzi. Meg nem tudtam tálalni, az előbb közölte, hogy nem önti ki. Nem kiöntöttem ide valahova semmibe. Nagyon csecse! Szerintem jó. Rakja a mélytányérre a keverék. Mert fordítva a mélytányért kell ide rakni. Nem? Hogy a bánatba tálalom te? Jó kérdés, jó kérdés. Megvan. Mindjárt jövök főnök csak. Igen, 11. Meg 11-en már 22, de... Oké. Tegyünk bele egy petrezselymet. De azt hiszem, hogy túrázza magát. Megfogom ezt az egészet, behajítom a mikróba. Vagy ez már csak kiolvasztásra jó a mikro? Hát ez újra melegítése leginkább. Na mindegy. Elvégbe ez adott. Citrom szeretke. El itt paradicsom. A hő nincs meg, de amúgy jó. Ő szerint ez hideg. Sütés összetevők 100%, a hő 0. Ez szerintem valami bug lesz. Ennyire csak nem basztam el. Mi lett a grillezett marhahússal, hogy 0,8? Ja, a fűszerezés. Elfelejtettem fűszerezni. Biztos finom lesz. A döner az 5,9, gratulálok, a rántott csirkeszány 6,3.
Ő meg nagyon fontosan nézi a falat. De csirke nyercske, nekem. Csirke van, a csirke van, farom sír. De most mit főzöl? Csirke nyercs. De ez mi? Csirke nyercs szájra hallod? gondol? Ezek meg akarnak verni minket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Már 7 személy van itt a... Tudom, látom főnök. Addig átállítom a külsejét. Bocsánat. A táblánk nincs jó helyen. Hol is kellett? Áruhán. Recs. Kéri. Rossz idén van területem. Az olyan, mint hogyha... Pontosan? Nincs meg a harmadik irány. Na. A csillagos a csirke húsleves. Az jó. Igen. Ha? Igen, itt a lingyen élők, de... az a felirat a dolentre bebagolt. Károlt elem tabáruház. Mit rakta le? Laptunk a meccségben többségnek. Mi legyen, kinyissunk vagy? Még hát ha minden nem? Megvan szerinted már, akkor van rántott csirkeszány, döner, finom grillezett marhahús, paradicsomleves és tökéletes közeli tyúkhúsleves. Úgyhogy ha azt a jövőbe is tudjuk prezentálni nekik, mert elég van a raktáron, akkor igen, ebbe van, ebbe is bőven van. Vett a marhát főnök nekünk. Oké. Akkor nyitok. Jó? Igenis. Menüre még ránézek, minden csecse. Na már jöhetnek is. Jó. Gyertek, gyertek. Na, egyből a... rántott csirkészányra cuppannak. Meg a levesedre. Csirkészányt is vannak én.
Nagyon örül neki, ezt már látni. Jó hangosan csapkodják az ajtót. Pincér fizetnél, fizes. Tetszett money, már egy ezeret behúztunk. Ő is fizet. Szintet léptünk. Paradicsomleves, vagy jogban főnök. Ő is fizet. Ő is fizet. Őt addig hagyjuk mosogatni, érvényesülni. Fizessetek, köszi, köszi. Na, több tányért egymásra tudunk pakolni, ez Nice? Van kisütés, az biztos. 50-es szint, hallod? Úgy lépkedjük fel a szinteket, mintha tudnánk, mit csinálunk. Valamit köszönöm. Van külön koszos tányéradagoló, meg minden. És jó, mert itt legalább nem kell tarkon vágni a nem fizetőket. Nagyon csecse. Nice, Nice, akarja mondani a főnök? Ah, pontosan, Nice, Nice, sőt, Über Nice. Nem maradt lemez a polcon, azt mondja. Nincs üres tányér magyarul. Igen. Szóval az egész időt föl tudjuk kapni, értem? Tartót. Csak majd csaj elfelejtette visszarakni őket a helyére. De csaj, itt már kifogyott három piakaja is. Tudom, főnök, tudom. Van értelme foglalkozni még vele, mert még korán kint az idő. Igen, az ugye a főnök. Kettő egy jön. Tárgy, máj estébe vagyunk. Már nem ilyen több, nem? Ne jöjjön, mert teljesen... Vége a napnak, azt írja. Ez tudok, oké. Hát van, aki duzzogva ment el. Ketten is legalább. De nem kaptak semmit, de majd testápolóval megsimogatjuk a fejüket. Kísértem, úgyhogy napnak vége. Bezárja előttem a rendszer az ajtót, vágom. Holnapra fel kell készülnünk jobban. Én ezt a napot olyan elszöktem. Nagyon süti. De mi rotyog? Mit sütsz? Ja.
11 ezer latin ott még, azt meg ez... Na, úgyhogy kevesen voltak. Igen, és itt... Ah, Nagyon jól áll a hónod alatt a csomó. Hiányzik 3 tányér. Maradt meg paradicsom levesből. Nézzük meg 3 tányér. Igen, hát elő voltak. Most már csak 2. Ja, itt vannak kint. De 3. Itt van kint. Jó, holnapra felkészülünk. És onnan hogy veszed ki? Holnap úgyis új menüt kell kitalálni. Hogy? Tudom, főnök, tudom. Pincér takarításra és mosogatásra fogtad be. Tudom. Jelenleg nekünk az a legnagyobb segítség, azokat megcsinálja. Hát de ha csinálnám, mert utána ott hagyja a tiszta tányérokat. Nem baj, de a másikat nem vettük föl mellé fölösleges több. Igen, igen, ez nekem is tisztelik. Azt hittem, van valami Halloween update. Raktárban van egy vintage konyhapult, monitra bronz, meg a húsvéti tojáskosárból még 3. Cse-cse. Na, hát akkor bank. Baj. Baj. És majdnem 52-es szintűek lettünk. Szerintem. Na, de ott van Javier, akinek 1000 a napi bére már. Micsoda? Hát a álláshirdetésre jelentkezők itt a munkában van. 2, 3, 4, 5, 6 darab ezres. Egy 250-es, akit alkalmazunk, meg egy 250-es az Arnold, aki még lehet. Na, ez teljesen jó volt. Mivel tud többet a drágám? Hát gondolom, gyorsabb, meg ilyenek. Hát Ember nevű embert nem akarom kritizálni, de van egy értelmes feje. Igaz, a Laura meg az Anna se sokkal jobb benne, de mindegy, a kebabcel wifi hálózaton fenn vagyunk. Újabb selfie a napról. A hónap dolgozója gyorsul neki a... De itt vannak még a dolgok. Tomónak. Meg vagy Nándé, lefotóztalak. Majd rohansz be. Kár, hogy itt nem lehet leütni a filmeket. Mit? Kár, hogy itt nem lehet leütni a filmeket. Kár, hogy itt? Nem lehet leütni a főnököt. Na, tessék neki örülni, ez nem szupermarket szimulátor. Tudom.
Van ezzel az ajtó. Jó, csak én fölmegyek, akkor téged is fölhúz oda. Ha kijöttél, akkor lekapcsolom a villanyt, ne menjen az áramszámlád. Csérszön. Mondom, lekapcsolnám a villanyt. De miért kapcsoltam vissza? Hát mert benn voltál, és nem akartam, hogy sötétbe legyél. Na jó. Sziasztok, parasztok! Hol a viszkin? Már megint. Mi a koktélre gondolsz? De te sört iszol. Pilsnert vettél el. Hogy a Pilsner az nem Nem. sör. De az sör. Van sör, meg van Pilsner. Főnök berúgta. Ígyunk egy sempájt erre a szarnokra. Jó. Szia, Joycey. Blackjack, Joycey. Már Mi a megint. haver? Szerintem múltkor is ebben verted el a pénzünket. Én nem. El blackjack-ezted. Ja, rég volt, majd nem emlékszem rá, de már most berugott a karakterem, vágod? Már most dölöngél, ennyien vagy pesgőtől. Hát főnök, azért, mert főnök szinte sose iszik alkoholt. Hát de akkor is. Pesgőről beszélgetünk, nem akarom mondani, milyen fajta víz az. Ez romlott, igazából. Bubis cukros víz. Erjedésnek A indult blackjack-kel fejem. egyet hárha nyersz. Közben Legcsak iszok. szia! Szia! Egy 300 dollár. Így. De... Hát ez... Tény. Ez Nyert. az... Nyertem 600 dollárt. Nekem azt írja, vesztettél. Ha. Nem vesztettem. Tényleg azt írta. Víz, kosz, hiteljük, 17-en kiírtak vagy. kockázatos, 16, Ő 23, akkor nyertél. nyertem. De azt, megint azt írja, hogy vesztettél. Nekem Nő azt, a hogy pénzünk, nyertem. és vesztettél. Te is az izébe ülsz, főnök. Hol ülök? Vagy nem ült le a főnök. Itt. Nem ülök. Vesztettél most, és nem kaptunk pénzt, ha? Akkor mindig vesztettél, Tír. Ezt nem javították ki. Azt elejtettek ki. Mindegy, egy 500-as tejjátszok, dupla vagy semmi. Jó. Hit. Meg csak Jó. 13, az már sok. Hit. Jó. A csúcson kell abba hagyni. Sziasztok. Jutsunk rá. El is Vagy szomorú. menjünk haza aludni. Tessék, itt vannak a szép járgányok. Szia, haver, megverhetlen. Főnök, akkor menjünk aludni. Ma este mutatok ön mellett. Nem, ott az ágyad. Vicce, vicce. Az én a... Igen, a napi kiadásokból bennem van a fogyasztásokat. Új nap. Ez csak két csillagos lett. Na, elmentett játék. Majd kell ide egy tusoló, mert jól nézünk ki. Itt a csodás Dacia-m. Még látszik neked jó megy sorod, mert neked eszkortod van. Mit csináljunk ma főnök? Olyat, amit vesznek, visznek és fejlődnie kell. Azt nézem, hogy nincs mit takarítani egyébként. Pedig múltkor a második napra mindig jöttek. Na, előre kifizettem a dolgokat.
Na nézzük, mi legyen már a menü. Hát például a tyúkos levesünk csak 4-es. Mi az, amit nagyon föltáportunk? Tyúkos levest, az meg a paradicsom levest, az jó lenne, ha vinnék. Pizza. Kenyás, az jó lenne. Két kenyás. Döner maradt még? Nem, mert nem maradt. És rántott csirkeszárny? Ez sem maradt. De azt csinálhatunk már. Meg akkor én csinálok dönert. Igen, csináljunk dönert. Akkor csináljunk dönert. Hát azt én csinálom most, megpróbálkozom vele. Jó, főnök, jó. Vegyen elő dönerkést. Vágjon fel ribájt. Be kell vásárolni. Jó, vegyünk. Van sok pénzünk, 8 pénz. Már gyűlik a sor. Veszek két ribájt. Nem ér is ne. Az jó. Ribály, az nem kell félni, most jön te. Már miért nem kell? Nincs a menü, a ribály. Tessék? Nincs a menü, ribály. Hát a dönerhez kell ribály, te. Jó. Vegyek elő ést. Oké, rakjam a döner grillre. Döner grill. Ez az. Ott. Mindkét oldalát süssem meg. Hát ez forog, szóval nem tudom, milyen mindkét oldalára gondol. Itt a döner is, meg ezzel kell szeretni. Ha mellette. És azon kívül, hogy ezt bekapcsoltam, bármit látok rajta, hogy ez készül. Hát itt nekem nem megy csík. Hát átváltozott a grafikája, gondolom, akkor most jó. Aha. 5 szelet kell neki. 2, 3, 4, 5. Igen. Jó. Már lapos tányér kell egy. Jó. Egy, kettő, három, négy, öt. Akkor most kell krumplit sütnöm. Tetsz itt sütőkosár. Hova tűntek az alapanyagok? Hozom, főnök, hozom. Hozom a krumplit, please. Mindent is hozok. Jack ketchup. És mama jéz.
Ütöd be, akkor most nem kell olaj, mert abban van, mi? Nem is tettem ilyen. Kicsarnak el minden. Elvettem egy krumpot. Beraktam a ribájt oda. Vágjam fel a krumplit. Még tovább szeletelem. Ebből lesz hasáb. Fogjam meg a sütőkosárba, hajítsam bele. Sörkrumpli egyszer, burgonya hasáb négyszer. A sörkrumpli lódó befele. Ez már nem forró. De elkészült. Föl kell rakni, égni ezeket még, mert nem sült. Nem elég forrók. Ez már forró. Az is. Az is. És az is. Oké. És ez mehet ki tálalni. El itt a döner. Sütés 81 lett, összetevő 99, 100 a hő, úgyhogy 5-6 lett. Oda diner, vagy döner. Oké. Akkor levesünk van, az mehet ki, nem? Az mehet ki. Gondolom meg kell forralni. Kell neki egy edényke. Ez. Ugyanúgy az ízén is jöhet. Egy kis leves. Annak ilyenfajta tála lesz. És jó. Akkor csír. Jó. Egy decit kell önteni. Még egy kicsi. Így. Föl egy petrezselyem darabka. Hova tűntek a darabkák? Ott van a dobozban most. Az oké, hogy lögdösül arra, nem látom. Minden a dobozban van, vagy... Melyik dobozban? Itt nincs. Zöld paprika, ja, lejjebb van, jó. De nekem nem ez a fajta kell, hanem a összeszeletelt. Így egy darab. És már megint kihűlted a szar. De rárakom, ez fölrobban. Lehetséges. Nem, ez így összeáll. Mi? 100%-os lett a paradicsom leves, és ez így 3 csillag csak. Jó. És akkor jöhet. Mit kell rakni a tyúkos leveshez? Nem, semmi. Tálaláshoz semmi, csak 2 decit ki kell rakni, jó?
Szerintem az oval is mély tenyér bagos, mert abban nem lehet tálalni. Egy deci. Na még egy kicsi. Úgy. És akkor azt mondod, az így natur mehet ki. Száz százalék, minden öt csillag. Nagyon csecse. Cool. Akkor... Te hogy állsz? Mit segíthetek? Most köszönöm, főleg egyelőre. Jó vagyok. Ja, két adag tumor jött ki belőle. Ja, akkor kéne még krumplit gyártani. Oda. Krumpot elveszünk, közben a macskák zörögnek a háttérbe megőrültek. Jó, a krumpli azt mondja, hogy sül. De most bagol, mert nem sül. Most sül. Igen, újra bele kellett rakni. Akkor kell egy lapos tányér. Nem biztos, én hülye. Most ne felejtsd el fűszerelni, amit kell. Tudom, főleg tudom. Ó, ez közben odaén. Mi lett a mínusz 1002? Vettem lisztetet. Lisztetet? Igen, okay. Már a panírozáshoz az nem átosan van. Jó. Döner előkészítve, ide van rakva. Itt valami krumpli lángol a döneren. Oké? Okay. Az nem volt. Itt. Nekem ez itt lángol. Ez a tálaló asztalon. Bemér is, ne? Neked is lángol? Igen. Jó, felveszek még egy mély tányért. Nem forralom fel viszont. Nincs. Tökéletes, sose lesz így marad. Egy darabka. Lutty. Így amiket ide rakok, azt csak melegíteni kell. Lutty. Tudod mit? Ne legyen itt neked útba. Itt lesznek oldalt. Ugye hát a tyúkhús leves. Így. Egy kicsi. Igen. Kapsz töblet. Nem baj a ház ajándéka. Úgy. Nagyon filozok, kéne még egy ilyen szekrény nekünk, és...
Hát lehet, hogy nem lesz elég vendégnek elég ilyen comonk. Azt mondja, áruház, állomások. Ez mi? Ipari fémpolc, konyhai eszközök elrendelésére. Ipari mosogatópad, vágóállomás, függőleges fűszertartó. Nem mi a franc volt az? Akkor üdítő italpultunk van, olyanunk van, 80-as szinttől lesz valami, nem tudom mink. A standunk van. Sor kategóriában van akkor a... Ja, várja, itt fönt lehet váltogatni. Tálalók. Három részes raktári polc, fagyasztó, sütők. Az egyik séf majd valami újfajta sütőt fog adni, kemencét. Van tojásfőző. Elektromos grillünk van. Tányértartó szekrény. Megvan. Téglatálalóasztal. Fémtálalóasztal és alaptálalóasztal. Ha? Ez 500 pénz, akkor veszek egy ilyet. De mehet mellé. Ahogy. Na, így akkor van 12, meg 12, 24, meg 4 az. Jó sok tányérom. Egész konkrétan 28. Jaj, de csecsehagyma szeret, ahogy sül. Na, itt van egy tiszta tányér. Hát vissza. Nagyon nice. Ez itt akkor is vicces, hogy elitték. Igen. F12. Ez majd újra töltődik, meg a teás is. Az italos is, azok passzív pénzt hoznak. Miért raktál föl még egy dönert? Mert ide lett készítve. Hát, kellene mai napra akkor. Na csak a hűtőbe, a CCP-s előírásoknak megfelelve. Ja, hogy adunk ilyenekre is, értem főnök. Na, szeretnék. Én simán kirúgnak mindenkit a francba, kedve magammal. Én is ezt gondolom már, hogy igen. Akkor leves be van, és akkor már csak egy csirkenyeleset kell még bekészíteni, ezt meg vagy. Ja, adon hagyma van szétégve, oké. Okay. Szerintem 53-as szintig felmegyünk. Ez biztos. Csirkenyes. Ilyen farozsi. A csirkenyel a csózott borsodat. Jaj, főnök, de sok gondol önnél.
Van az étközben póni módjára, mert szendvicset zabálok. Semmi baj, főm, semmi baj. Igen. Piros paprikát, meg hagymát kéne grillezni. Jó. Akkor. Hagymát ezt fogok fölvágom. A piros paprikát. Igen. Itt kell lehúzni a pártját. Önök az nem tudja, hogy ezt hogy lehet lehúzni a pártját? Jobb gomb, vagy valami jobb lenne, mérje? Igen. Én ráteszem így a tájér, az csak autentikus. De majd mindjárt meg tudok volnom. Jó, megvan. Hitecs. Aha. Én nem magyarul játszol, van benne magyar nyelv. Hát tudom, csak van, amit nem fordít le. És akkor azt mondom, hogy mindenből van plusz együnk. Jó. Akkor most elvileg jónak kell lenni. Kinyissunk. Uh-huh. Oksi. De gyere, Csajszín. Az első, a levesre robban rá, a tyúkos levesre. Igen, igen. Egyszer, egyszer. A második a csirkenyársadra. Bár a szeme se áll jól. Egyből szintlépéssel kezdünk. Mondja főnök, hogy bőven kevés van. Jó, de elvég mindegyikből négy van. Itt. Aha. Mikor már felénél tart valami, akkor szóljon. Csíkenyes a felénél tart. Jó. Milyen hangosan ropogtatnak? Hármas szint, túl fogunk lépni rajta. Fogynak a kaják. Felem van a tyúkos leves, meg a csirkeszág. Jó. Tyúkos leves, ez készíti. Mm. 54-es szint, túlmentünk az általam mondottom. Tippeltem. Mm.
között be az elmosottakat is rakom vissza a helyére, mert... Bazzer. Mindegy. Mi van? Véletlen hideg lett. A leves nem lehet izé... Fölrakod a grillre, bármit földobsz a grillre, az melegszik. Én ott melegítettem föl. Ja. Ötvenötös szint, hallod? Hova gyorsulunk be? És még csak fél napnál járunk. Nagyon csöcse. Elfogyott a nem tudom mi, meg a másik is. Paradicsomleves. Ötvenhatos szint. Most vagy ennyivel könnyebb lett a játék, vagy ennyire nagyon jó voltunk már régen. Elkészültünk. Hallod, meg csak a fél éjszaka telt el. Az csöcse. Már 13 000. Na, valaki nyifog. Nyilván nincs szék, van szék. Vége a napnak. Csöcse. Jó. Nem volt az, hogy ezt kellett mondanunk, hogy elfogyottak. Az ételek. Hát valami kifogyott, de amúgy maradt még 2 csirkeszárny, úgyhogy van mit vacsillunk, 2 tyúkhúsleves, 2 paradicsomleves, a többi nullázta magát. Mindegy, ezekkel most felkészülök. És csak 4 szinten mentünk túl azon, amit mondtam. Tipnek. Ügyesek vagyunk fel van. Tizenhét 000 pénzünk van. Látszik, ha nem sült meg. Micsoda? A döner. Nem sült meg? Ha nem sült meg, akkor látszik rajta. Ja, persze. Azt tudtuk. Eddig is. Legalábbis én tudtam. Főnök azt tudtam. Árjú mindent tud. Bekészülök a maradékkal. Én megcsinom a dönert.
Nem akarok krumplisülni. Kapcsoljuk egy kicsit, el tudok tesztelni valamit. Itt nem is fog sülni, hanem az olajsütőben fog. Hát akkor abba sütjük. Nem baj, sülni, hogy nem tudta. Hát mi eddig mindent meg tudtam melegíteni abba a vacakba. Hallott a főnök, hallott. Ezt a csítéket süssem el meg főnök. Köszönöm. Még egy, kettő, öt. Kicsit megértek a csirkét, se baj tőle. Érje az, nem? Nem éveszem, nem akkor ide volt tartózkodik. Ha. Tőtöntök is megsültek főnök. Mit? Nem, ezt nem lett veszem. Köszönjük a sőt, mondtuk már egy hajlacskára. Ez sem maradjon itt kint. Nem fog semmit jön maradni. Ráteszem a dőnereket. Oksi. Nagyon csecsék a dőnerkék. Ez biztos. És akkor kövegyünk a szépen. Nagyon csecse. Paprika ég. Sül. Ez meg ilyenkor is nyitva te. Ez meg ilyenkor is nyitva, hogy így van. A piros paprika feeling megégett, nem baj. Jaj, jaj. Dobjuk ki.
Ne dobjuk ki. Nem pazarlunk, jó lesz az majd a gurméknak. Abszolút. Jó van, ez is elhasználva. Köszönöm sem bármire. Ja igen, tudom mire voltam használni. Egy. Majd nézem őket, hogy jól megégjenek. Hát nézd, nézd a főnök, hogy ne égjenek, hogy mit szól. Nagyon nicce. Na. Szóval csak ezeket berakjuk. Levesből még van bőven. Szerintem kész vagyunk. Egy gondolfőn. Akár zárhatjuk a napot, hogyha így minden jó. Hogy veszed ki innen? X-el, hogy jó az X-et. Ja, hogy azt írt, hogy nyomva tart. Hova tűnt a tányér? Na, kis csönd. Most a vesdek teszik. Egy darab tányért fogtunk be munkára. Többet, többet. Hát négy hiányzik a készletből. Próbálok még azt, hogy leveseket is csináljunk már. Hát majd holnap újat, ne rakják ki belőlük. Az ilyen nagyba is elég. Jó, mindent lekapcsoltam, kitakarítom. Ezt itt hagytátok? Egy tányért, nem néztétek át az asztalokat. Fú! A csaj. Idegesítő az ilyen. De a csajt azt tízére fogtam be. Ezt arra befogtam be. Csak hogy tányért takarítsam meg, takarítsam az étterembe. Open pénzt. Legyen,
Akkor... Nézem, hogy csaj az itt fog maradni. Igaz, ez tahanovista. Az kb. Holnap megmódosítani kéne a menet. Mit gondolsz ki? Hát ami benne van és előkészültünk, azt már ne. Hát úgy értem, hogy amit tud. Ja, nem volna. Hát... És tudom, akkor kéne. Holnap után. Ne csak fel, csinál. És kettő. Nem. Tök jó, hogy a tea, üdítő, meg a harmadik fajta, az 4003 pluszt hozott. Még kötekedik. Jó, hát akkor 198 lett az áramszámla, hát. Szerintem spóroltam, vagy elkezdődik. Hát minden harmadik nap van, vagy hogy van áramszámla. Igazából mi a maximum szint ezeknél a kajáknál? Nem tudja főni. Azt hiszem 9, nem? Aha. Hát akkor be tud csirkeszen, be van készítve, bőven, be van készítve, csúkusleves, be van készítve, paradicsomleves, meg még mi, de a csirkehes, és még be van készítve. Rakjunk is a makrumplit. De nincs annyi tálalunk, mi? Nincs annyi tálalunk. Hiába van papíron 10 helyünk, gyakorlatilag csak 5 tálcánk van. Hát jó. Pizza. És ha azt mondom, hogy gurmét, a következő bástyát kéne kiszolgálni, hogy örüljön. Elektromos sütőt adna, meg 8 receptet, és neki tyúkos leves kell, meg sima kebab. Aha. Akkor az holnap bepróbálkozhatunk nála. Köszönöm. Így. 0-2. 3-at. Így. Ebből egy darab petrezselyem darabka. Úgy. Ezek már meg ki. De vagy a paparicsom leves. Recsegyből 3-as. Egy tyúkos levesed. Ő szerintem már hideg. Ötös, de 60% a hő. Jó.
kimehet a dönerkém. Oda. Hol akkor ez közelebb. Bele. Olaj. Kikapcs. Belehány. Ez mehet ki. Sütés ő szerinte kevés, és az összetevők se tökéletesek. Azt, hogy... Tehát ez lehet, hogy tudod beépített rendszerre. Újra sütöd, akkor legyen valami szint. Lehet. Legagyizta a dőneremet. Így, azon nem lehet dőnöm. Akkor ezek kint, akkor nyithatunk. Jönnek is, hogy megverjék a pincért. Beállok elő, hogy megvédjem. Aztán az első pofon elő félreulok, és már megy a dőneremre rá. Aztán szépen egyed ezzel a paraszta hajaddal. És már ugranak is a csirkenyásadra. Örül neki azt a... Kettő csirkenyás, jelentem a felét már elvitték. Három csirkenyás, nagyon kellendő a csirkenyásod. Rajta vagyok. Tándi úr. Ó, a paradicsom levesre száguld, a bástya. Nagyon jó, gyere, gyere, itt van, gyere, itt, ott, ott van. Jó, fizessé. Fizessé. Már egy szintlépés. Próbálom őket lassan kiszolgálni, visszatartani, szóval tartani, hogy legyen időnk megmozdulni, de hát úgy zabálnak, mint akik nem ettek egy hónapja. Szóval tényleg is hónapja. Mindenki küldi a lájkot ezerrel. A csirkenyásosból egy van, csak szólok. Tudom. Ah, és hogy? Mindig azt mondja vele fogva. Akkor ne fogja meg két tányért, ijedjé hadba. 59-es szint, szerintem 62-ig fölmegyünk ma. De miért nem mosogatsz el fel a csaja? Mi az NPC? Kirúgom a botot. Jó, nekem nem belegyűjtődött. Melyik? Hát a sütőse. Megmelegíti az, hogyha lerakod, visszarakod, csak bekapcsoltan rakod rá. Néha bagol, úgy látom amúgy, erőteljesen. Ott van a szint. Elfogyott kettő cucc is, a egyik leves meg a csirkeszány. Én csak is nem is megyettem. Akkor ne vidd el egybe, ijedjél meg. Nem lehet minden tányért keverni mindegyikkel. Mm.
Pincér fizetnék, integetnek itt. Nem lehet, hogy egy kicsit át fogjuk rendezni itt a dizájnokat, mert középső asztalnál nem lehet köztük elmenni. Paradicsomleves is elfogyott. Ütött a csirke. Az elejtett egyébként. Jó, hát ha valami nagyon elment, engedd el, most azért ne kezdjünk újat rá, mert holnapra úgyis más kell. A levestre azért nem forszíroztam nagyon, mert holnapra is kell olyan leves. Valaki dűnött ki? A holnapi nem dönert kér, levest kér, meg a ketten kérnek dönert. Ott van, csak meg kell melegíteni. Ja, itt van, tudom. Raktad, jó. Mindenki táncol, mindenki örül. Vége a napnak. Na, a Lucsó fizető, a Gangnam Style-os csaj. Jóny. Sok a lovetta. Jó, a dönerből a fele megmaradt, és a levesekből is kár érte. Féláron másnap reggel akciós leves nem lehet árulni. Dönerösen. Szerintem parancsolom, és teljesen kiszolgálatban. Tyúk az maradjon. Tökéletes pont egy adag, úgyhogy jön a gurmét, neki kell. És kelleni fog neki sima kebab. Ahhoz mi kell? Ó, ba meg! Ribáj szeletet le darálni. De főnök, úgy, hogy miért nem élhetnék. Én még sima kebabot csinálnom kell. El kell tennünk a legyen. A sima kebabot fel kell tennünk a legyen. Persze, holnap. És akkor még csinálnom kell. Na, ribáj szelet. Húsdaráló. Ez a húsdaráló, nem? Igen, mert csak ribáj. Szeletet kell gyártani. Szeletet tudom belerakni. Darálóba. Kell hozzá farokzsíres, ez most így nem. Egy keverőtálat kell meg ide tenni. Ja. Kell hozzá egy farokzsíres. Hát mindjárt hozok. Nincs, én hozok egy bizony boltba. Farokzsír kell hozzá, só, bors. Neked valami igény innen a boltból? Nincs. Ott egy zöld paprikát, gyűlöz van.
Igen. Elvág. Igen. Orsó. Egy, kettő, három. Fekete bors. Egy, kettő, három. Társ. Egyszer. Igen. Fokhagyma, zöld paprika. Hagyma. Már sütöttem főnök. De holnap megnyitózunk. Ja? Milyen vagyok? Mit van meg főnök? Ez csak zöld paprika vagy hagyma is? De ugye nem már túl vagy, oké? Akkor... Elsősük azt kéri. Egy sütetőnök. Ja, mert ebben hozik. Ott teszek a hűtőhős. Elvileg a felénél át kell fordítani, úgy. Nem Kész, kész. Hol adtál? Nem fordított el. De át lett fordítva már. Mindkét oldala meg van sütve. Nekem azt jelzi, hogy nem. Én átfordítottam pedig. Nyes. Nyes az egyik oldala. A főnök. Az hol jelzi? Nekem teli van a csík. Ja. A végén megy félig, és utána a másik felét meg átfordítás után csinálja meg. Nekem ízét jelez, hogy... Úgy. Gondolom, hogy érdekes. Nem is tudja, hogy jó. Nem vágtad fel a fokhagymát, csak mondom. Ja, igaz. Mindenki vág mindent. Isten törvény maradt a padlón. Oké. Az úgy megvan. Jó, az átsétál rajtunk. Jó. Jó, hagyja meg semmi. Tiszta is a hely. A főnök jöjjön, menjünk azért. Menjünk. Simokkal levesed még van.
ez csak a gurmétnek kell. Szintet lehet az úgy jelent. Kétszik, Isten pont. Milyen jó az. Vagy többet ér, meg ahogy látom, ennek ötös szint a maximuma. Vagy jobban veszik. Jó kérdés. Hát most kevesebbet ittak. Elmentett játék. Bankot rendezem. Gurmét. Szóval kell tümakebab és tyúkus leves. Ez jó, az így benne maradt. Na, hogy tudom behívni. Azt, hogy még el kell adnunk annyi sima kebabot, amit ír. Érti főnök? Nem. De hát, hogy ez... tálalás sima kebab 8/15, és tyúkuslevesből nagyon sok van. Ó, 37 van a 4-en. Ha. Hát az, hogy utána fog megjelenni. Igen, igen. Akkor meg kell 7 kebab. Jó, hát akkor ma kebabbal kezdjük a napot. És már valami kis vendégszámot mond, 11-14, mi van ma? Ünnepnap? Lehet. Nem is bánom. Jó. Mink van még? Van még dönerünk? Dönerünk van, persze, ezt tegyük föl, meg a húslevest. Meg jó, a dönerünk van még, amit érdemes még szórni. Simán krumpli? Szórhatjuk. De én azt mondanám, hogy menjünk ezzel a hárommal. Jó, legyen mellette a krumpli. Jó. Hát egy tyúkuslevesből nagyon előre vagyunk amúgy, azt én gondoltam, megtartjuk. Nem bír ki még egy napot? Hát akkor csinálunk még. Ja. Ez úgyis könnyű fejel. Ja. Megmelegítetted? Igen. Nagyon csecse. Nem viszont. Mindegy, összedom, hogy gyorsítjuk, és le is tettük. Hogy ez a vacak nem fog melegedni, ez csak oda fog égni. Mire gondol a főnök? Dönerre. Ja, hát ezt engedjük el. Szerintem. Hát nem a dönerre, a saslikos kebabra. Sütés 8%. Túlfőtt a visszajelzése. Hm? Igen, azért érdemes frissen csinálni amúgy. Jó, krumplival hogy állunk? Hm.
Összeszeleteljem? Összeszeretem a főnök, itt vagyok. Foglalkozni a kumplival. Köszönjük, főnök. Köszi, főnök. Remélem, nem gond, hogy főnök hívom. Jó van, főnök, főnök. Csirke jeles megvan, citromszelet, csirkelé alakú. Citromot. Ez hülye. Jó. Hát akkor ez így felfogad, az kész is. Ja, zsír. Meg is eljött. Már ugye 35 ezerünk volt. Mihez kell a citrom majd? Sőz. Hm? De van citrom itt nálunk főnök. Viszont kell venni. Veszek én mindent. Hogy nyitva vagy, jó. Kicsit majonéz ízni. Jó. Tálalja. Sőcsumpiad meg várja. Mert kitálaltam. Ha meg nem sült dolgot? Mert megsült. De te megsütötted? Hát, igen. Csak én meg itt miközben direkt csinálom, hogy ne kettő darab krumpli legyen meg. Most csak így, hogy a mennyire meglegyünk, hogy a... Ja. És még sima. És csak a tőnel kell kipakolni bőle. Tőnek meg, hogy még érdemes megcsinálni. Ugye, ugye, érdemes még. Főnök? Megbököm. Hm? Megbököm. Mi van meg? Megbököm. Oké, bökjön. Fordítottan tartott késse.Ófört. Krumpok. Jó, közben akkor nyitok. Foksi főnök. És remélem nem mindenki a hülyesült krumplira fog ráugrani. De valamelyik nap is ez volt főnök. Nem tudom, mennyire emlékszik. Negyedik hóba játszottunk utoljára. Szerinted mennyire emlékszem az én aranyhal memóriámmal? Szerint ez is igaz. Köszönöm, hogy ezt éjjel szeretjük. Nem, bocsánat.
Csak az alkalmazottaktól tanulok, tudod, főnök. De... Én nem köszönöm. A létterem az összes szintet meglépi. Na, mennek is a kebabra. Meg a levesedre. Nem csodálom, hiszem, csodálom. És végre a kebabozó kebabot árul. Mély meglepő végre, mi? Kebab Chef Simulator, azt még csak most árulunk kebabot. Kebab, ahol nincs kebab. De lehetne menza is akkor a hely neve, nem? Nem. Jó, ja, sima kebab fogyott. Pontosan az a lényeg, hogy arra ugorjanak. Azért nem. Most elfogom. Ez 100%-os. Mice, mice. Most képzeld el, a bástyákat bejönnek, és már tudja, hogy mit akar enni, és már gyorsul oda a púthoz, hogy ott a félig nyers dönerje. Mi fogyott fel? Szerintem. Most már várja a hívást. És akkor őt most kell behívnunk, és akkor holnap jön. Akkor átolom. Holnap ott leszek, azt mondja. Csecse. Mindenki megkapott minden. 66-os szint. Szavut nem lehet igazából. És ma kis forgalom volt ráadásul. Ja. A zárás is nicce-mice volt. Nem mosogattál, Csaja? Még mosogatsz. Menjétek arra én? Épp mosogattam. Nem érdekel. Kifogásokat hallgatni egész nap. Az az. Nagyon. Van, ami nyers maradt.
Leszeletelt egy nyersen. Tehát azt írja, hogy megversítve. A harmadik nekem nincs. Arról. Jó. Akkor holnap itt lesz a cseleró. Milyen keverék van ebbe a főzőedénybe? Húsleves. Nem írja. Keverék. Nem írja, tudom. De tudom, hogy az van benne, hogy én csináltam ezzel a két kezemben. Oké. Okay. Így már nem látsz. De hogy nem. Annara kísértem, mint a főnök. Főnök? Főnök. Mondja. Végzőszerűen mondhatod, hogy még délután. Csak hogy aludjunk el, és akkor én most elmegyek. Végzőszerűen, jó főnök. Jó. Mindjárt megyek. Csak. Na, de azért 22-t kiszolgáltunk. Minden egyes új nap nem ment a játék. Autentikus dekoráció. Én már fehér márványtükör. Lol. Rianka WC. Lol, van mire elbízni a pénzt? Már biztos. Kicsit. Átfénylik. Lamp type. Oké. Okay. Itt van lámpa. Akkor csak a WC-ben nem volt. Mm-hmm.
márvány fürdőkát vág a térben álló csapteleppel minden. Mert miért is, ne? Nézd le, főnök! Juhu! Juhu! Viszont megfődülni nem tudom. Mert? De juhu! Hát, nincs olyan opció. Na ez jó, a tévé kicsit bagos. Az is. Jó, hát ez az augusztus, hagyjál már. Wait, what? De azt még csak oda kintre tudom rakni. Mit vettél 10 000-re? Főnök, én úgy gondolom, hogy ezt megtehetjük. Biztos, főnök, úgy van. Én úgy érzem, hogy erre már kész a cégünk. Kíváncsi leszek, mit fogok látni. Hát, főnök, nem kell megköszönni majd azért. Nem kell megköszönni, hogy azt mondom.
Alapos tévé volt 10 000? Igen. Oké. Okay. Én úgy gondolom, hogy este valami tudjam nézni a meccseket. Meg a pornót, azt meg érdemlem. A utóbbit csinálni kell, előbbi meg nem érdek. Mert főnök én úgy érzem, hogy kidolgozzon a belevet magának. Ja. Egy kis meccsnézés, meg kijel nekem. Oké, okay, fel. Hányan nyitunk be? Jó, akkor ma kell a Bástyának a cumója. Igen. De várja. Nem tudjuk, azt mi csináljuk. Kell neki. Ezt majd úgy is mondani fogja, nem? Hát igen. Hát gondolom a leves az biztos kell neki. Hát engemvel derül a kebab is, de... Meg a sima kebab. De ezeket majd frissen kell megcsinálni neki. A rántott csirkeszárnyát árulnánk, csak azt nagyon vinnék, mert baromi drága, meg a sima kebab rohadt olcsó. Igen. Ja, ez igaz. Na. Kirakok még egy tálalót. Mi az, hogy Raspberry Pi? Jó, 2, 4, 6. Hét. Én akkor ott tett a bűnöket. 8. 8 hely kirakva, a csaj beleszpavnolt, jól tette. Hova lettek a kiadványok? Ezt talán itt is sütni kell, vagy ez nem a csirkenyársat? Csirkenyársat? Mikrózni. De mehet a sütőre is igazából. Készüljön fel és nyisson meg, ha készen áll. 15-19 ember. Mekkora póni? Jó, mi kell még a sima kebabhoz? Mm-hmm.
Fokhagyma, zöld paprika. Csinálta? Ezt majd csinálok frissen főni. Mert úgy gondoltam, hogy én frissen megcsinálom fokhagyma az ötletet. Fokhagyma már csinálja magát. Hát a főnök most mondta be, mit szeretnék. Bármint? Hát én meg frissen megcsinálom neki, amikor kérjük. Hát jó, de attól meg ki kell szolgálni a menüt. Hát az már kint van a sima kebab. Hol? Hát itt. Jó. Mindegy, akkor majd azt szolgáljuk fel. Csak. Sőt, még be is kell vásárolni. Mi lett ilyen szar a sima kebab? Hm? Nem tudom. Én most csináltam a frisst. Egy. Jó, tyúkos leves, kint van a... Jó. Tehát ezzel a hárommal akarsz megnyitni? Hát még nézni kéne valamit. Menet közben nem lehet módosítani tudtommal, amit akar. Azt tudom félni. Tudom félni. Ezért. Akkor lehet, hogy csirkeszendvicset csináljuk meg. Most így is van minden. Jó, rakjunk ki krumplit. Grillezett marhát. Utóbbit megcsinálom én. Jó, most csinálom a... Mert így nő, hogy minél több fajta menünk van a vendégek száma, mert most fölment 30-ra, 11-ről. Tudom. Paradicsom, ribeye szelet. Ennek jó hangja volt. Három. Éppen elviszi az elszívót, minden süti. Egyszer petrezselyem darabka.
hallom dolgodol. Muszáj valakinek. Hát elvégre nem lehet mindenki streamer. Hát igen. Most direkt szivatsz? Micsoda. Ja. Túlfőtt. 0,9-es. Hát akkor ilyet se csinálunk többet, mert nagyon szarra van értékelve. Vagy nagyon egyszerű, mert hogy ez az elején készült smoke. Krumplit csináltad? Csináltam otthon. Most a csirkeszárnyat csinálom. Csak most így jönök meg tudja még belőle. Hol a túlpít? Itt. Kell nekem a túlpít? Elcsorta a krumplimat. Nem fülnek. Jézusom Isten. Kétszer. Kap mindent, minden. Százszázalékos lett a sült krumplim. Ez az. Végre valami, amit el tudtam készíteni. De amúgy a szegény grillezett marhahúsom se lett annyira rossz, mert amúgy egy csillag helyett 0,9. Ide fog jönni a básti, és neki van menüje. Igen. És azt neki frissen el kell készíteni. De ezt már magyarázom. Hónapot főzök. Ez lesz itt az első ember kapásból? Tolunk rá egy olyan kámehámét, mint a fene. Hogy is van? Kamera. Fordítva. Híres emberrel kell fotózkodni. Pick. Arc közelít. Jó, mit csinálsz még? Vagy kint van mindenki, akit akartál? Csak így fogom, aztán előre dolgozom.
A ribájból csinálok még egy tányérral, hogy... Ne érje szóval az elején. De mihez csinálsz ribájt? Grillezek már, és bocsánat. Jó, akkor kinyitok. Sok kipróbálni. Ha van a nap, pár óra múlva találkozunk, mondja a bástya fenyegetően. Akkor mégsem ő volt a híres ember, fölöslegesen szelfiztem vele, mert kirúgni az embert a francba. Dönerből nem csináltunk tényleg. Azt mondta, Bástyának nagyon ízlik a félig nyers cumó. Na, hol jön a bástya? Azt mondta, pár óra múlva találkozunk. Hát de már mindjárt dél. Mindjárt ott vagyok, remélem lefoglaltad az asztalon, mondja. Persze. Jó, nekem bebagolt a tányér. El kéne küldeni ezt a hülyét mosogatni. Elfogyott a csirkeszárny. Csirkeszárny, rajta vagyok. Megjött a bástya. Na mondjad, mit akarsz. Hé, hey, hello, kölyök, ma azért vagyok itt, hogy lenyűgözzön. Nézzük, milyen estéink vannak a mester ellen. Jó. Szereted a rejtéket, kölyök, válasz egyet a három dobozból, amit neked adok, és készíts nekem egy ételt a benne lévő hozzávalókból, mit szólsz hozzá, meg tudod csinálni? Gyere, válasz, bagolnak a dobozok. Mindjárt. Át is esett a grafikán. Ugye a lábánál van kettő. Jó. Jön a főszakás, aki egy ételt a megadott utasítás alapján. Akkor azt csináld, én meg próbálok mosogatni. És honnan tudom az utasításokat? Hát gondolom a menübe. Nincs ott semmi. Nem tudom, hogy... Bebagoltunk volna. Milyen ételeket kaptál? Cékla, zöld paprika, ribály, darabzsír, paradicsom. Akkor csinálj neki azt a ribálybaszt. Például a sima kebabhoz is az kell. Csak nincsen benne cékla, ennyi.
Az ő paprika és a cinkával nem tudok kezdeni most. Nézzük, hogy mit kell. Lehet, hogy ő azt kéri ezt a paradicsom, mi ez a kebabot csak. Én is arra gondolok, hogy... Csak neki kell bele az a két összetevő pluszba. A paradicsom meg a... Megpróbálom én nézni. Nem fog, hogy már kaptál? Nem. A kömény kell a húsgolyókhoz. Tehát kipróbálom kebabot ezekkel az összetevőkkel, aztán... Padlizsános kebabnak nem kell ilyen. Hát nem. A céklával nem találkoztunk még eddig. Ez igaz? Ez a főnök. Hát is megpróbálom. Ezt, amit így... Na? Kérdés, hogy ez jó-e neki? Vagy erre gondoltál? Hát ólát kért. Pékség szerelmére az isteni. Megvan, ami kell, egy jó szakásnak a pékségből is meg kell tudni a villantani tudását. Bejegyzem neked az új receptet. Szereznek kell egy sütőt és egy robotgépet. Megvan, ügyes vagy. Viszlát, kölyök, szia! Na, meg lett a második bástya. Jó, hát akkor ezek szerint lehet bolondítani az ételeket. Nem csak a gurmétnak, hanem amúgy. Ez eddig sem volt izé titok, hogy lehet ilyet csak. De hogy van is értelme. Dünnel, gyere, dünnel ez. És akkor dünnel teszem. Elfogyott a dőne, de szerintem nem kell másik. Itt lesz az én elegem. Leves teszik, na itt jön egy család, van akinek kettőnek kell dőner, háromnak kell, nem ennek krumpli, ennek meg kebab. Kebab nincs kint. Meg a dönerse, krumplise. Jól elúztunk. Hol a keverőt a főben? Hova rakta? Itt van lent a földön. Hogy működik a darában? Jó, ketten itt hagytak. Nem kell már ötözni. Látszik? Nem kell. Egy duzzog, napnak vége, el is ment. Ja, így jár. Jó. Mindegy, a krumpli megsül.
Kész. Ribeye szelet. Égetett fokhagyma. Nyers fokhagyma. Minden van itt. Hiszen. Van darátus is. Nagyon csecse. Jó, minden tele. A csirkegyásra, a ribák szeltetlen megjött a volna. Megvan sok minden. Meg sok tányér. Hát a csirkegyásat próbáljuk meg. Jó. Valaki volna. Jó, akkor nap végig az erről. Megkapcsoltad be a sütőt? Kikapcsoltam. Nálam bekapcsoltad. Az okolajat mi kell még oda lentre? Olami. Más? Arról volt, hogy legyünk ügyesek és pékségeskedjünk, úgyhogy liszt van? Van, van. Tojást azt láttam. Aha. Zsemlemorzsa? Az is van. Ezek növények. Itt lehet valami dolgokat. Mihez kell a csirke alaplé? És leves lesz. Tén nem kell nekünk. Sütőformánk van? Nincs. Desszertes tálcát is vettem. Kettőt. Ilyen izé. Springform se vettem. Azt mondom. Sütőforma. Van bajom kettővel. Legyen még egy? Aha. Hát csak egyet szerintem vettem el. De most van ott olyanunk? És van valami ilyen springform serpenyő, az a neve. Az. A süti forma. Van egy string. Ja, mindegy, vettem még egyet akkor. Nem tudom, mit begol a karakterem. Holnap oda egy ribájunk, azt szórjuk el. Oké. Okay. Csirkenyes. Jó, hát az majd a következő ilyen játékadásnál lesz, mert... Micsoda? Ennek a próbálja, mert ez a nap végével a mai nap záróra. Ja. Majd 3 óra jelent. Most van 1 óra, hajnal 1 óra. Hát jó, én már fáradt vagyok. Ja, megérhetem, most én is azért így elmondt az idő. Főleg, hogy ilyen jókat sütögetsz. Ja. Valóságban is fölzabálnák itt egy csomó mindent. Hát én ezt azért paradicsomot nem tennék mondjuk a steakhez. De nem baj. Paradicsomot nem tennék a steakhez. Nem baj. Tessék, ott van kint. Itt a két sütőforma, desszertes tálca.
és a helyére hiányzik egy kés. Ja. Hát... Ez jó. Kinek a hátában van az a kés? Hát sajnos sem a főnökébe. Mármint, hogy... A döner itt mert van? Hát már hogy kellett hirtelen dőnert csinálni. Jó, de azt én le kéne vágni. Csak nem jelzi már nekem, hogy ő vele mi van. Hát barna. De csak ennyi? Hát hogy ez... Vagdosd akkor le. Ne vagdossan főncét. De ha fönt hagyod reggelre, megromlik. Kész. Már van benne nyers. Elvileg mindegyik forró is megsült. Uh-huh. Hát amit most elvettem, az is az, de cserébe ilyen világos viadal nem sült át. I see. Jó. Csaj, az még mindig mosogat. Viszont a két felszolgáló majd elgondolkodnék különök. Te mondod. Tegyük el a húslevest is. Jön. El van. Máskat kimostam. Négy adag hitembe, hogyha rendesen kellene. Ég a gyertya, ég. Meg kéne venni már azt a nagyobb éttermet, nem? Ó, az még arrább van. Hanem én most gondolkodok, hogy hova a krumpliba tűnt el az a kés. Elméletileg most gyorsabban tudok megvágni. Na, mi nézzem meg, hogy milyen gyorsan vágni. Mely hanyas lettél? Nem, csak hogy elvileg olyan izint lettem. Ó, tarts 10 000 pénzt a számládon meg lett. Hát, szerintem az amúgy. Tisztítson meg 100 tányért és adjon el 300 vásárló. 300 ételet. Uh-huh. Ja, úgy értett, hogy ezt mondja, hogy 300 vásárló. Adjon el 300. Tálalyan romlott ételt a vásárló. Igy el a kocsmába. Elvileg most... Tarts 500 000 készpénzt a számládon. 1 000 000. Kösz! Nyisd fölött leves receptet. Pékség ad, most nyírt ki. Egy nap alatt legalább 5 különböző leves tálalása. Super vegan, győzd le gurmét Ebit. Bonjour, Mr. győzd le a gurmét Antont, és a Candy Girl a győzd le a gurmét Elenát. Ugye a következőhöz, aha, Elenához, aki ad majd desszertet, meg 8 receptet, mert most elektromos sütőt kaptunk, hotdogot kell tálalni, hamburgert, és citromnyársat. 10, 15 és 20. Nem tudom, ugye a selfish csajért letoljuk. Uh-huh. Kell egy új éttermet venni. Azt. És viccen kívni, mert már nagyon kicsi a hely. Miért kicsi? Hát a kornya kicsi. Át kell rendelni. Hát 50 000 forint. Viszont. De ez viszont szép nagy hely. Ja. Jó.
Csak ez még mindig mosogat, nézzük fel. Nekem itt áll. Na, mennyi helyet kérsz még? Hát csak úgy nézzük, hogy kell melyik elvileg a sütőnek, de az elektromos sütőnek. Jön. És biztos, na. Tessék, Nandi, a föld összes helyet megkaptad. Ez igen, főnök. Kár, mint több lesz. Nem csak az elektromos sütőnek kellene főnök. Szerintem az előre. Hát akkor arrább jövünk egy sorra. Ezt is a haptikonra tegyük. És akkor oda meg még középre, majd befér ide. Ide? Ez szép volt. Azt a kijelzőt elém. Az direkt hagytam itt amúgy, de... és áthelyen. Közben tartom a legered, de nem akart elmozdulni. Úgy. Úgy, így megadja magát, hogy ide beállunk. Na. Maradsz?
Elsők, nem tudom mekkora a sütő, de oda már elfér. Úgy. Ez a sütő. Nice. Cseh. Ez is jöhet. Jó. Mást kívánsz, ami kis gazdám? Hogy mondanák? Hol lehet itt egy ilyen? Amúgy középső sziget mindig kell. Tess. Jó nagy hely. Hát lesz meg mit összeraknod mindennel. Na, jó van, zárjuk le a napot. Minden le van takarítva. Minden happy. Ez miért nem fog hozzájönni? Tessék? Ezt az egyet miért nem lehetem tartani? Nem értelek ezt a... Ezt az egyet, amit... Mit akarsz arra rakni? Ezt az egy... konyhapultot. Ezt itt? Nem, ezt, amit van. Melyiket? Ezt az egyet? Akkor nála mondod. Vagy itt? Mert itt egy elalakú konyhapult. Jó, be van begolva nálam, hogy valami. Akkor nem szóltam a főnapó, az én meg. Hát szerintem akkor volt az, hogy nálam kidobta a kijelző, az mikor megvetted a sütőt, azt azóta bagolt neked oda le az áron, mert ahogy a kezembe volt, eldobott minden. Nice. Te mit járkálsz ki meg be? Jó, és akkor megnézzünk asztalokat.
Egy. Ezt azért forgattam ide vissza, hogy itt egy külön sziget volt. Jó főnök, de így szerintem mehet vissza a történet, nem? Én mit gondolom. Mindegy. Ez így itt nagyon benne van a vendég térben, szerintem. Yes. A szobor a sarokba. Hát bástyai egy kicsit kilógnak az utcára, de nem baj. Az ilyenekkel annyit el lehet pepecselni, tiszta szimszimulátor. Ilyen ez a fokszat volt. Nincs. Szóval mit lesz csak egy tízszomos film? Melyik? Az a hűtő itt. Melyik? Ez. Ez nem dísz. Ebből isznak. Nem tudom, hogy mit lehet ki volt volna nagyon. Hát szerinted a nap végén a pluszok miből jönnek? Mikor látsz üdítőt a pistikék előtt, és nem teát vagy juice-t látsz, akkor az ez. Igen. Na azt isszák. Értem. Nincs.
Így. Jeli csáli. Az egész az. Mind a két hűtőhöz hozzáférnek, mert a hűtőhöz meg a szomóhoz, de nekünk mégis nőtt a terünk, mert akkor ezen belül vagyunk. És nőtt a vendégek száma is, mert plusz 2-4-es asztal, 1-es. Hát 50-es szint a maximum. Ez még vannak nagy nevű szint csalódok. Hm? Még vannak alatt még valahogy csalódok. Hát mi most ugyebár 71-en vagyunk. Köszönöm, hogy majdnem. Akadozol amúgy. Majdnem a felek. Na jó, zárhatunk? Meg vagy? Na, csöcse lett az új, nem fogjuk folytatni. Szia, Mariska! Gyere, ígyunk egy pezsgőt. De jó, így. A gurmétet. Na, erre sört vesz, mondom, pezsgőt. Na, mindegy. Gyombod az ebetűt. Mit? Hosszan az ebetűt. Nem csinál semmit. Na. R betűvel lehet forgatni. El tudom dobni. Hozzád vágtam a pezsgőt. Ha nyomom az F-et, akkor iszik és rézegedik. Csapos. Vörös volt ide. Jó, ígyunk egy koktélt is, na. Szia, főnök. De rohadt lassan is szesz, hallod? Rosszabbul iszik, mint egy lánya, hogy mondani szokták. Ugye a főnök, aki nem is iszik. Igen. Na. Főnök. Menjünk. Köszönöm a napot. Én is, de majd ha lezárta a napot a nap, akkor. Én hiszem a sérülmet fogom. Gyere ki vele. Hozd haza meginni. Nagyon Nice. Hogy tetszik a fényes fürdőnk? Nekem a mosdó tetszik a legjobban. Miért kell a kórházból lekukázott mosdókat használni? Mert ha lekapcsolom a villanyt, sötét van. Ezért itt a tévé az. Na, nem megy a tévé. Gyári hibását vettél. Legalább tiszta. Na. Cool. És
3000-et ittak, automatikus bevételek néven. Na, el lett ment a nap. Dankeschön a Gameszkót. Én is köszönöm. Hogy mindenki táncolt, nyárték írja, hogy ez meg nagyon korai hozzáférés. Hogy és akkor a hogy ez jött. Új gurmét Leonardo. Pizza time-mal egy. Ó, lesz majd még itt pizza összerakás is. Nice. Úgy néz ki. Újonnan jött be a tojásfőző, a frying plan. Hogy csecse. Sorry, újraírva van. Hát most azért nem fogjuk újra kezdeni. Viszont. Köszönöm még egyszer a figyelmet, köszönöm Nandi a játékot. Köszönöm. Nézőknek is köszönöm, hogy itt voltak, és találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok! Sziasztok!